A megmérettetés 3,5 km hosszan folyt, a szintkülönbség összesen 120 méter. Tarccal vezérszobra a kiindulópont, majd a célegyenes az Áldó Krisztus szobornál van. A főszervező a Zöld Sportok Klubja. A sportolni vágyók 3 korcsoportban nevezhettek. 18 év alatt, 19-49 évesek, 50 év felettiek. A sportesemény péntek délután 5 órakor rajtolt el, Butta László Tarccal község polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A hagyományosan megrendezésre kerülő futóverseny a település névadója, Tarccal vezér előtt való tisztelgés. Mindenkinek sok sikert kívánt, majd Poyát Péter atya megáldotta az induló versenyzőket és a rendezvényt. Butta László polgármester és Poyát Péter, valamint a főszervező Zöld Sportok Klubjának elnöke, Kovács Attila és segítői ünnepélyes keretek között koszorút helyeztek el Tarccal vezérszobránál. A versenyzők felsorakoztak a rajtvonalnál, majd Butta László polgármester pisztolylövéssel elindította a megmérettetést. A kemény küzdelem után minden versenyző sikeresen célba ért. A verseny eredményhirdetése 6 óra előtt pár perccel történt meg a hatputtonyos borfaluban, majd az este egy különleges kiállítás megnyitóval folytatódott, ahol Györgyné Újvári Mária művelődés szervező köszöntötte a megjelenteket, majd Butta László polgármester nyitotta meg a kiállítást. A tálat különlegessége, hogy helyi művészek alkotásai találhatók meg különféle témában és technikák által létrehozva. Összesen 3 csoport és 14 egyéni művész munkája került kiállításra. Polgármester úr kifejtette, nagyon örül, hogy ennyien foglalkoznak az önkifejezéssel és a művészettel, és főképp, hogy ilyen sokszínű technika által. Györgyné Újvári Mária elmondta, nem csak maradandó alkotások, hanem sok olyan mű is publikálásra kerül, amely a múló pillanatnak állít emléket. Ezt követően Horváth Kosárko Gréta egy népdalt adott elő, melyen nagy sikert aratott. Hívva engem utításnak, el is megyek már. Majd Csáti Géza saját szerzeményét adta elő a megjelenteknek. A művész úr egyébként több témában alkot, fotóz, kézműveskedik és verseket is ír. A tarcali népdalkör rendhagyóan az Azért vannak a jó barátok című dallal örvendeztette meg az egybegyűlteket. Az érzés elhallgattat még, úgy sem tudom. A falu első embere visszaemlékezett az első tarcali napokra, és elmondta, a rengeteg élménnyel gazdagodtak azóta. Az idén tartjuk a 27. tarcali napokat. Úgy gondolom, a környékünkön kevés település van, ahol olyan korán elkezdték ezeket a rendezvények, falusi rendezvényeket, mint a településünkön. Úgy gondolom, nekünk kötelességünk is az, hogy folytassuk ezt a hagyományt, és az emberek is megérdemlik azt, hogy az egész éves munka közben egy kicsit megálljanak, egy kicsit egymásra is figyeljünk, szórakozunk egy kicsit. Ennek úgy gondolom megfelel ez a mostani tarcali napok is. A pénteki nap volt ugye az első nap, hagyományosan mindig a tarcali napokat a Tarccal vezér csúcsfutással kezdjük. Előtte megkoszorúzunk Tarccal vezérnek az egész alakozó bronzszobrát, utána pedig elindul a futóverseny. Futóverseny eredményi hirdetése után pedig a borfaluban tartottunk egy különleges kiállítás megnyitót, mégpedig azért különleges, hiszen a településünkön élő 14 különböző stílusú művészetnek az anyagait mutattuk be, voltak festők, voltak grafikák, voltak fényképek,
voltak, akik versekkel készültek, voltak, akik hímzéssel készültek, és a 14 egyéni mellett még három csoportnak is az anyagaiból nyílt kiállítást, azt tudtuk bemutatni az érkező vendégeknek. Reméljük, hogy még nagyon sokan meg fogják nézni ezt a kiállítást. Örülünk, hogy ennyi ember foglalkozik valamilyen olyan dologgal, ami úgymond szabadidejében leköti őket, és ezzel olyan dolgokat teremtenek, amit a gyermekeik, unokáik is fogják tudni majd mutatni a hozzátartozóiknak. Az este zárásaként polgármester úr apró ajándékkal köszöntötte a kiállításon résztvevő alkotókat, érdeklődőket. Szombaton a Tarcili bányatónál egy különleges programmal várták az érdeklődőket a Kaszvíz búvár és Ballangász Esse és a Magyar Honvédség Bornemisza Gergely felderítő ezred katonái. A rendezvény a közösségépítés mellett a környezetvédelmet is szolgálta, hiszen a profi búvárok megtisztították a tavat a szennyeződésektől, és a kilátogatók több élménnyel is gazdagodtak, többek között a legkisebbek örömére egy kincses ládát is a felszínre hoztak, ami édességet rejtett, ezt a részvevő gyermekek között szétosztották. 2020-ban kezdtük el, először egy sima, teljesen hétköznapi teszedd akcióba vettünk részt, búvárokkal szedtük a szemetet, közben a hozzátartozók, családok, illetve az ide látogató turistákkal pedig kint elkezdtük tisztítani a Tarcali tengerszemnek a környékét. Tehát egy környezetvédelmi akciónak indult az egész, ezzel foglalkozik az egyesületünk karitatív jelleggel. Ezt megtudta a polgármester, hogy mi egy ilyen programot szerveztünk, és mögénk rakott egy olyan hátteret, ebédet, vacsorát, vendéglátást, szemetes zsákokat, illetve a szemétnek az elszállítását. Ezeket mind ők intézték, tehát még sehol nem találkoztunk itt az országban ilyennel, hogy ennyire mögénk áll mondjuk az önkormányzat egy ilyen környezetvédelmi akcióba. Majd becsatlakoztak, én oktatok a honvédségnél is külsős oktatóként búvárokat, és becsatlakoztak mellénk a honvédség búvárai, aztán megjelentek a siklóernyősök, speciális mentők, alpinisták, és a végén 4 év alatt gyakorlatilag egy ilyen hatalmas rendezvényt sikerült összehozzunk. Így alakult ki. Sajnos itt mélység az nincsen, tehát szakmai szemmel nézve azért ez nem egy nagy mélység, 6 méteres mélység van ebbe a Tarcali bányatóba. Felderítő búvárok együtt vagyunk itt. A feldődítő búvároknak ugye az a jellemzőjük, hogy ilyen vízbe, tehát Tiszába, Holtiszába, rossz látótávolsághoz vannak szokva, ezért ők gyakorlatilag ezt nem azt mondom, hogy szeretik, de mi hétköznapjaikhoz hozzátartozik. A Karszvíz Sport Egyesület búvárai, azok körülbelül 15-en vannak, ők abszolút karitatív jelleggel, tehát saját szabadidőből, saját pénzzel jönnek el ide és takarítanak. Vannak itt technikai, illetve roncsbúvárok, többek között édesapám, aki felfedezte ugye a Szent István csatahajót, az ő sporttársai búvárok szintén, tehát körülbelül 35 búvárról beszélünk, és mindenféle szakmai szemmel nézve mindenféle technikai, barlangi, roncsbúvár, felderítő búvár is, sima hobbi búvár is, aki tényleg csak a hétköznapokban szeret búvárkodni. Tavaly körülbelül fele ennyien voltunk, mind búvárok, mind látogatók, és arra számítunk, hogy minél színesebb programot hozunk össze, minél hamarabb megreklámozzuk, és a tarcai polgármester ebbe is segítségünkre van, programfüzetekbe, plakátokon, és ma már a falunappal egybekötve, tehát ma még koncertek lesznek a faluba, tehát gyakorlatilag ráépítettük ezeket a programokat a falunapra, és ezzel együtt gyakorlatilag több száz emberről beszélünk, aki akár aktív résztvevő, akár csak nézelődőként itt van. Lehocki László, a Spider mentőcsapat vezetője, kutyás bemutatója nagy sikert aratott a jelenlévők körében. A honvédség különleges programra zajlott, a katonai sátorban, ahol bárki kipróbálhatta a honvédség fegyvereit, természetesen csak ember élete veszélytelen lézeres változatban. Butta László polgármester köszönetét fejezte ki a résztvevő búvárok felé, amelyet akciójukkal elősegítik a környezet és a tó vizének megtisztítását. Mai nap során láthattunk egy mélységi felderítő csoportok által bemutatott egy ilyen katonai mozzanatot, ami alapján a búvárjaink egy rajtaütést hajtottak végre itt a Tarcali tóban. Egy feltételezett átjátszó rádióállomáson ütöttek rajta, illetve a vízi őrségén. Ott semlegesítették magát az őrséget, illetve a rádióállomást felrobbantották. Nyilván pirotechnikai eszközök szimulálásával, majd azt követően onnan visszaszakadtak az eredeti helyükre, és ezt a feladatot láthattuk tőlük.
Jelenleg 16 fővel veszünk részt ezen a rendezvényen, tehát igazából a búvárjaink, illetve a szükséges személyzet, akik a biztosítást hajtják végre, illetve logisztikai feladatokat látnak, illetve a mögöttünk lévő drassátorba rendeztek be egy úgynevezett ilyen lézer szimulációs lőpályát, amit bárki kipróbálhat igazából, felnőtt, illetve gyermek is. 2020 óta hajtunk végre közösen a tarcali önkormányzattal, a tarcali bányató ügyében környezet védelmi szempontokat is figyelembe véve tótisztítást, illetőleg nyilván csatlakoztunk a Karsztvíz Sportegyesülethez, akik terep ismerettel már korábbról rendelkeztek ezzel a tóval kapcsolatosan, tehát ők biztosították a kezdetekkor az ide szükséges ismereteket a katonáink számára. A honvédséggel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a fiatalok, és remélem, hogy ez továbbra is így fog maradni. Viszont nyilván a búvár képesség az egy olyan képesség, ami nem látványos. Az emberek az olyan dolgokat, amik nem látványosak, azokat kevésbé szeretik, de mindezt teszik addig, amíg esetlegesen bele nem kóstoltak abba a lehetőségbe, amit ez a tevékenység ez vonz magával, onnastól kezdve mindenféleképpen megszeretik, bár azt hozzá kell tenni, hogy egy búvárnak a kiválasztása és a mi katonáink itt, ugye a mélységi felderítő csoportokban lévő katonák, ők egyben ejtőernyősek is, tehát komoly fizikai, illetve egészségügyi alkalmasságnak kell megfelelni annak érdekében, hogy ezek a katonák ilyen feladatokat végre tudjanak hajtani. A délután folyamán az Agórán folytatódtak a programok, ahol ugrálóvár, levendulás játéktár, logikai játékokkal, termelői vásár és a Vöröskereszt dolgozóinak prevenciós sátra várta az érdeklődőket. Többek közt vércukor és vérnyomásmérés és egészségügyi tanácsadás folyt a helyszínen. A közkedvelt gyermekegyüttes Mini Manók formáció tagjai éneklésre és táncra buzdították a picúrokat és szüleiket. A kicsik nagy örömmel vettek részt a közös produkcióban. Kapicáig háta mögött jött a sok légy pimaszkodni, lódarás meg rendet rakni, és most jön a tánc, figyelj! Bál, bál, bogár, bál, szárnya, bál, bál, bogár, bál, 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 bogár, bál, s a taps, bál, bál, még egyszer! Bál, bál, bogár, bál, 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 bogár, bál, 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 bogár, bál, 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 bogár, bál. Butta László polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, elmondta, ugyan nagyon szűkös a keret, de a Magyar Nemzeti Vidékhálózat támogatásával sikerült létrehozni a rendezvényt. A rendezvény megnyitója pénteken volt, ahol hagyományos koszorúzással és futóversennyel indult a kétnapos program. A falu vezetője részletesen ismertette az elmúlt két nap programját az egybegyűltekkel, majd elmondta, izgatottan várja a helyi művészeti csoportok fellépését. A mai nap pedig már 11 órakor kezdődött, fent a bányatónál, ahol a felderítőzett katonái különböző harci programokat mutattak be, és ezen kívül hoztak még egy különleges sátrat is, amelyben a ma honvédség kötelékébe tartozó kézi marok, lőfegyverek, karabélyok és géppisztolyoknak a hasonlásaival lehetett úgymond a gyerekeknek, de még a felnőtteknek is a lőtudományukat kipróbálni. Utána pedig a Karsztvíz Búvár és Barlangás Egyesületnek a búvárai leltek egy kincses ládát, amiben aranyrudak voltak elhelyezve, és a gyermekek örömére csokit is kihoztak a búvárok avval a ládával a partra, és az a csoki kiosztása került a gyerekeknek. Utána pedig a Leócki László úr a két híres kutyájával tartott bemutatót, nagyon jól telt el a délelőtt, ez eltartott olyan majdnem két óráig ez a program. A bányatónál most pedig lejöttünk 3 órától itt az Agórán, gyermekműsorral kezdődött a délutáni műsor, de később lesz minden műfajú zene. Úgy gondoljuk, hogy aki kilátogattak, mindenki megtalálja majd az ő igényének megfelelő zenét, és mindenki jól fogra érezni magát. Saját önerőt is hozzátettünk egy bizonyos összeget ehhez a falunaphoz, de ezen kívül a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal is támogatta településünket. 7 különböző mezőgazdasági őstermelő jött ki a piacunkra, és ezeknek a bodegáknak, bódéknak a bérletével
úgymond támogatja a vidékfejlesztési hivatal is a mai rendezvényünket. Valamikor még az első tarcai napokat a futballpályán tartottuk, mindig mobil színpadot hoztunk, hatalmas nagy futballpálya, de viszont fák nincsenek, mikor sütött a nap, nagyon meleg volt, és elkészült ez az agóránk, tavaly éven bővítettük, és új színpadot kapott az agóra rész. Itt, ahogy körbenézünk is, most már a fák, bokrok is megnőttek, térkövezett maga az egész terület. Úgy gondoljuk, hogy itt sokkal jobb megrendezni egy ilyen falunapot, mint odakint a futballpályán lehetett. De mint ahogy változik a világ, hogy valamikor, mint voltak a búcsuk, és azok voltak úgymond a nagy slágerek a településeken, ahogy elavultak ezek a búcsuknak is a hangulata, egyre kevesebben ugye mentek el az éves búcsukra a településeken, sajnos a falunapoknak is kezd úgymond a varázsa elmúlni, és az a feladatunk, hogy valamilyen újdonságokkal mindig, hogy az embereket egy kicsit ösztönözzük arra, hogy igenis jöjjenek már ki egy kicsit, hiszen mindenki bezárkózik a mai világba, közömbösek egymás felé az emberek, és ez nekünk feladatunk lenne az, hogy az embereket újra összehozzuk, és akkor újra mosolyogjanak egymásra, ezért is reméljük azt, hogy ez a mostani fogalmap egy kicsit úgymond megint jobb kedve deríti az itten és az ide érkező embereket. Ezután Negruc Ágoston, miniszteri főtanácsadó kedves szavaival köszöntött az egybegyülteket. Számára Tarcal olyan, mintha második otthona lenne. Az áldó Krisztus szobor méltóság teljesen magasodik felénk, és vigyázó szemekkel tekint az itt élőkre és a vidékre. Azokra a szőlőtőkékre és földekre, melyek a magyar agrárium egyik jelentős részét képezik, és sokak számára az életet és megélhetést jelentik. Napjainkban rendkívül nagy figyelem övezi a mezőgazdaságot, a vidékbiztonságot és a vízgazdálkodást. A vidék stratégiai fontosságú a kormány számára, de ezt mindenki láthatja, az utóbbi időben több beruházás, felújítás és építkezés is megvalósult a településen, és jelenleg is folynak, valamint a jövőben is tanulni lehetünk a fejlesztéseknek. Polgármester úr mindent megtesz azért, hogy minél több pályázatban indulni tudjon, és természetesen sok-sok sikeres projektről beszélünk, amely tükrözi a település fejlesztését. A szőlőbor ágazat a magyar mezőgazdaság egyik emblematikus ágazata, egyúttal sok ember megélhetését biztosítja, ennek fejlődése, erősítése a Magyar Nemzeti Vidékhálózat kiemelt célja. Ez a hálózat ma Tarcalon is bemutatkozik, céljuk a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Ezt követően tarcali óvodások kedves műsora derítette jókedvre a szórakozni vágyókat. Majd a TT Dance csodálatos táncosai kábráztatták el a közönséget. Ezután a nagy népszerűségnek örvendő tarcali népdalkör produkcióját tekinthették meg az egybegyűltek. Szeretném!
27. talcali napok zenés-táncos mulatsággal zárult, ahol minden korosztály képviseltette magát. A kétnapos rendezvénysorozat minden érdeklődő számára kellemes kikapcsolódást nyújtott sokszínű sport, művészeti és zenei programjaival.